Legutóbb fényképekkel bizonyította Volvári Ferdinánd képviselőtársai előtt, hogy mekkora szemétmennyiség gyűlik össze a városban kihelyezett, egyébként üveg összegyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő telepek körül. Most azonban képek nélkül fordult a városvezetéshez. Mindenki előtt képzeletben megjelenik, ahogy az utcán járva kelve látja, hogy az üveg gyűjtésére kirakott hulladékszigetek körül a kommunális szeméttől kezdve ismételten a szélvédők, és amit el lehet képzelni, minden megjelenik. Ez tűrhetetlen. Én kérni szeretném polgármester urat, hogy nyomatékosan a képviselő testület, ha fölhatalmazná erre külön, hogyha esetleg valami szükséges, biztos vagyok benne, megszavaznánk, tessék eljárni a Vaskúti hulladékgyűjtő cégnél, valami intézkedési tervet dolgozzanak ki. A legzöldebb képviselő szerint ugyanis tűrhetetlen, hogy a karocsai embereknek, nekünk azt kell elviselnünk, hogy a belváros sok esetben veszélyes és illegális hulladékok lerakó helyévé vált. Dr. Bálint József polgármester Polvári Ferdinánd felszólalására elmondta, hogy írásban keresték meg az illetékes vállalkozást, melyre természetesen választ is kaptak. A válasz az volt, hogy mivel ők nem tudják teljesíteni az üvegbevételeket, ezért tovább is fönntartják. Erre a következőt javasoltuk, illetve én mondtam nekik, hogy egyeztessünk, mert drasztikus lépésekre szánja rá magát a város, mivel látható, hogy ugyanezek a jelenségek nem csak egyné, hanem többné meg vannak. Dr. Bálint József elmondta, hogy a problémával kapcsolatban jelenleg is folyamatban vannak az egyeztetések, amelynek várhatóan egy újonnan kijelölt, nagyobb, arra alkalmas hulladékgyűjtő terület lehet a megoldása.